Molnár képviselője a szó. Köszönöm a szót, elnök úr! Vannak olyan európai kormányok, amelyek az európai szolidaritást egyirányú utcának tekintik, elfogadják az Európai Unió pénzét, de felelősséget semmiért nem hajlandóak vállalni. Ilyen a magyar kormány is, amely értelmetlen szögesdrót kerítést épít az ország déli határára, és a hozzánk érkező menekülteket embertelen körülmények között tartja. Ez a kormány jövő héten a magyar parlamentben olyan törvényt készül elfogadni, amelynek eredményeképpen a hadsereget is be lehet majd vetni a legyengült háborús övezetekből érkező menekültekkel szemben, és persze a bűnöst is megtalálja, bűnbakot is keres, hiszen egy olyan parlamenti határozati javaslatot terjesztett elő, amely az Európai Uniót, így önöket is, kedves képviselőtársaim, hibáztatja azért, hogy menekültek haltak meg, és kialakulhatott ez a menekült helyzet. Hál' Isten azonban a magyar kormány nem egyenlő a magyar emberekkel, a magyar emberek jelesre vizsgáztak az elmúlt hetekben emberségből, ezért köszönet illeti a magyar civileket, önkénteseket, a Migration Aid munkatársait, hogy megmutatták, nem vagyunk azonosak a kormányunkkal, mi fontosabban. Vielen Dank, Herr Kollege. Köszönöm szépen, Molnár úr.